és uraim, kedves gyerekek! Amikor megláttam Lánfjör csodaszép és műves műveit, fölidézett bennem messzerikó gyerekkorom világa, hiszen belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága. Nem tudhatom, hogy miért éppen az áldott emlékű Radnóti Miklós sorai jöttek elő belőlem, de a képzett társítás végtelen. Hiszen a mesevilág a gyermekkor kitörölhetetlen része, arról nem is beszélve, hogy a fafaragás művészének is bizonyára fontos a fatörzs, bár nem éppen a gyönge ágokat formálja műalkotásá. És ezek a művek egyrészt Ily és Gyula 77 magyar népmeséjét, a Kárpát-haza különböző tájainak népművészeti kincseit, a szakralitás és a profanitás egymás mellettiségét, tehetestvériségét hirdetik. Elvezetnek bennünket a magyar történelem múltjába, a királyok és a hősök világába, megszenvedett és mégis fölemelő sorsunk irodalmába. Hirdetik a kultúra, a hit, az értékőrzés fontosságát, a nemzet gyökereinek, szellemiségének összetéveszedetlenségét. A nemes anyag, a már halott fa újra életre kel a szerszám és a szellem segítségével, és közvetve a feltámadás misztériumát hirdeti. Hirdeti az élet nagyszerűségét, a halált legyőző erejét. Piros, piros szeg fű, bongós marójának, életének párja, vajon kik a szája?